sports. It's in the game. Sports. It's in the game. Sports. It's in the game.
Sziasztok, ez itt a Vögre csatorna, én Balázs vagyok, és üdvözlök titeket ezen a nagyon alacsony kulcsú streamben vala. Mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagytok. Mit látott Uvja? Hol a malac? Várjál, most én nagyon lassú vagyok. Milyen malac? Nem veszem a reklámot, na, hát akkor max nem lesz nekem Patreonom, és nem lesz pénzem venni dolgokat, de hát tökre megéri. Most meg a izét nem látjátok. Oh wow, mit tettél? Oh shit, ez mindig meg fog változni. Oh no. Visszajövök. Ja, ez mindig meg fog változni. Szóval kicsit nehézségekre indítunk, de minden legnagyobb rendben lesz. Mindjárt megoldok mindent is. De kérlek a kamera beállításokat, azokat lockold, plash, minden profilon át, jó? És akkor már is sokkal érhetőbb a dolog. Ja, malac, ja itt a malac. Szóval most meg a mikrofontól nem látjátok, de itt van egy ilyen kormányszerűség, nézzétek csak. Mikrofon is elhalkult nagyon. Mindjárt megoldjuk. Egyébként ez azért van, mert a G-hub, tehát mindenről. A Yeti-nek a beállításait kérlek azt is vedd állandóra. Köszi. Mert hogy külön profilt kellett beállítani a G-hubban a kormányra, hogy ne 900 fokos legyen, mindegy, beszélünk majd róla, és ilyenkor most már jó elvileg, igaz? Most már ugyanaz a beállítás, mert hogy ilyenkor átvált egy másik profilra az összes többi eszköznél is. Nem tudom milyen profil ez, de nem a default, amit én beállítottam nagy nehezen. Szia Minetner, mi a helyzetek, itt vagy? A testemet érdekli, miért Bögre csatorna neve? Hát ez egy remek kérdés, attól függ, kit kérdezel. Nagyrészt azért, mert miért mi más legyen. Fapuma? Szia Kimvig, hello Bálint, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagytok. Szia Tuvia, hello Green Goblin. Natlosk, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Szia Merci, mi újság. Hello István. Szia Vamkirker, True Nemzet, szép estét neked is. Szia Sorry Dream, mi a helyzet. Szia Laci, mi újság, tök jó, hogy itt vagy. Szia MZ Dani, mi a helyzet. Szia Dog, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Amúgy ez most kivételesen nem szidni akartam a G-Hubot. A G-Hub nem tehet semmiről. G-Hub did nothing wrong. Mert hogy gyakorlatilag annyit csinál, nem tudom, ezt hova rakjam, hogy így jönne jó legyen. Szóval gyakorlatilag annyit csinál, hogy én beállítok mindent, de azt mondja, hogy megvan benne a megoldás. Tehát egyszerűen csak lelokkoltam most mindent, úgyhogy mikor átváltok ténylegesen az F1 képernyőre, vagy az F1 applikációra, akkor ugye betölti az F1-es ment beállításokat, ami a kormányra vonatkozik, de minden másra is vonatkoztatja, és ezek egy másfajta default beállítások, mint amiket én tweakeltem. Úgyhogy csak annyit kellett, hogy le kellett lokkolni minden más eszközt, és kész. Beszélünk az időmérőről, igen. Szóval elnézést mindenkit, aki ma CK streamet várt volna, úgy valamit elfelejtettem megcsinálni. Ezt egyszer csináltam meg, és azóta mindig elfelejtem, de tessék. Megcsináltam megint. Szóval elnézést mindenkit, aki Crusader King streamet várt. Én nem érzem magam túl jól ehhez. Egy kis torokfájással küzdök én itt. És ennek következtében nem volt podcast, nem volt csütörtökön stream, nem volt ma videó, úgyhogy borzasztó rosszul érzem magam miatt, de hát it is what it is. Viszont hosszú idő után, hosszú vágyakozás után végül úgy döntöttem, hogy megveszem a kormányt, úgyhogy vettem egy kormányt. G29-nek hívják, és nagyon szép.
és gondolkoztam, hogy tudom nektek megmutatni, de nem nagyon tudom megmutatni, hogy igazán jól. Max esetleg, hogyha nem veszem a webcamet. A mobillal is lehetne, de az most másra van befogva az egyik, a másik meg... Hát technikai a másikkal be lehetne amúgy, hogy meg lehetne mutatni. De hogy tudjátok elképzelni, ez túl szép ahhoz. Amúgy árnyékban van, szóval nem is látnátok igazából. Szóval csak így képzeljétek, hogy milyen szép. Szia Töratlom, milyen helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Mobilon belekapcsolni a vakut. Állítólag. Csapsz, nagyon szépen köszönöm, hogy 15 hónapja támogatod a feliratkozásodra a csatornát, nagyon király vagy. Végre jók ezekben a kormány, nagyon király. Köszi szépen, Csapsz. Mi a helyzet amúgy? Szia Gábor! Én át tudom képzelni, hogy nekem is olyanom van. Na, hát, tessék. És én már tegnap előtt, vagy mikor tegnap, mikor megvettem, ezzel elég sokat játszottam, próbálgattam. És nem vagyok abban biztos, hogy... tehát egyenlőre abszolút lassabb vagyok. Mint kontrollerrel. De közben meg... Ez várható volt, olyan 2 másodpercnyi a lassulás. Ez nem elfogadható, úgyhogy a mai streamben ilyen nagyon alacsony kulcson fogunk egy jót versenyezgetni. Igazából az a helyzet, hogy én nem is arra gondoltam, hogy versenyezgetünk, hanem csak ez borzasztó unalmas stream lesz, srácok. Most mondom, hogy ez nagyon unalmas stream lesz. Sajnálom. Nagyrészt time trialozni fogunk, legalább egy órát time trialozunk, és utána max nézünk egy versenyt. Kávé nem forrótja kellene? Az is volt is, már lesz is még, de most a kávé... Nagyon sokat aludtam egyébként. Ma. És ehhez képest mindig kávézgatok itt. Nekem 9-20 van H-váltóval. Ja, a H-váltó nekem már nem fér bele a büzsébe, de majd egyszer talán. Meg azért a legtöbb helyen inkább a füleseket, fülváltókat, vagy hogyha kormányátokat fogom használni, mert az a reális. Ó, hát Gábor, te sokkal előrébb jársz, mint én. Nekem ilyen bele se férne. Így a térbe, hogyha ezt szeretném. Világrekordok? Hát... A cél az első 60 ezer. Csináljunk egy olyat, hogy legyen egy szavazás, jó? Hogy hol legyünk ma. Mert szerintem egyetlen egy helyen leszünk ma. Mi. Egy helyen leszünk. És ez a hely hol legyen? Monaco? Fun fact, én gyűlöm Monacót, de most, hogy kormánnyal játszottam, sokkal-sokkal elviselhetőbb. Mint eddig valaha. Ilyenre hol vannak? Ja, Bahrain? Hát mehetünk Bahrainben végül is, az is egy pálya. Nagy lötvenynek köszönöm bekövetés. Szia Fábi, mi a helyzet, tök jó itt vagy. Ez? Ez itt egy kávé. Mik a lehetőségek? Hát, legyen Bahrain, legyen Imola, legyen... meg legyen egy harmadik. Bahrain, Imola és... és Ausztrália. Mondjuk. Szia Revasz, mi azért tök jó, hogy itt vagy. Az egy Logitech? Igen, de sajnos 29-es. Elnézést kérek értem. Tudom. Abszolút vanker vagyok. Na szavazzatok, hogy hol versenyezzünk ma. Amúgy totál nem csináltam meg jövő heti beosztást, hogy jövő héten mik várhatóak.
Úgyhogy lehet, amit tart a szabad esetig összerakom. Vannak pedálok, ez a 29, G29 pedállal együtt jár. Kényelmesebb, mint az eddigi pedálok, amiket próbáltam. Nekem kicsit közel van egymáshoz a gáz és a fék. Ez is kérdeztem a többieket, hogy ezt vajon így egyszer kéne, egy lábbal kéne használni, vagy kettővel. De az is igaz, hogy ilyen borzasztó nagy combjaim vannak. Szóval valószínűleg ez is közre játszik. Játszottam, most képzeljétek el úgy vele egy kicsit, még tegnap. Ma be se kapcsoltam a gépet amúgy. Szóval tegnap még játszottam egy kicsit úgy vele, hogy csak a jobb lábommal fékeztem és adtam a gázt. És tök jó volt. Nyilván lassabb volt, mert amikor átrakod a lábad egyikről a másikra, akkor ott van egy kis elvesztett idő, de azon túl teljesen jó volt. Szia, Fábi! Oké. Okay. Közben itt, nem tudom már, hogy itt fog streamelni jövő héten. Majdok, meg kell kérdeznem őt. Ákost. Tisztelt Ákos, mit streamel ön jövő héten? Szerintem vissza fog térni a Dark Souls 4-hez. Gördülő széken egy helyben tudsz maradni közben, nekem mindig váltanom kell, és egy nem gördülő széken tudok csak versenyezni. Nekem nincs ezzel problémám. Szerintem azért, mert egy nagy kövér állat vagyok. Szia Gyurci, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Na, Ákos válaszom majd megérkezvén. Prezentálom azt ti nektek. Hogy lesz jövő hét? 21-én kezdünk, igaz? 21. Ez 22, szerintem ez változatlan. Valószínűleg ez is. Ez még nem tudom, mi lesz. Ez meg a szokásos. Jövő héten is lesz TBA? Lehet. Hogy áll a szavazás? Tudja, idéz engem, hogy azt hittem Twitterre 2 másodperc azelőtt, hogy megvettem a kormányt, hogy hogy kijött az Inscriptionhez egy új játékmód, és hogy azzal kéne játszani hétfőn, de valószínűleg ezt felülírja a kormány, de ettől függetlenül valószínűleg lesz Inscription jövő héten. Na most ebből már nem nehéz kisakkozni a többit. Az, ami most nagyon sok áthallásos poén lesz, úgyhogy nem fogom mindent felolvasni, de igen. Nyilvánvalóan a kormány dönt mindenről. Egyetek, milyen volt a hetetek, hétvégétek? Legutóbb ugye kedden beszéltünk, és voltatok-e Ákos és Merci közös főző streamjén, és ha nem, akkor miért nem? Még Dave is ott volt, szóval nem lehet azt mondani, hogy nem voltak sztár vendégek a chatben. Meg Kim. Kevés volt a káosz, ja. Ezt miben is mondják, hogy a kormányhelye a bal oldalon van? Ja, üvegtigris. Haha. A héten stresszes, mély víz volt a melóban, most egy kis megérdemelt pihenés. Hát remélem, hogy tudsz. Szia, azzal áll, milyen helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Na hát úgy látom, Bakrényt fog nyerni. Végül G29 és G920 között ragaszkodtam a G29-hez, mert több rajta a gomb, és ezek azok a gombok, amiket nem használok. Úgyhogy... De van rajta egy ilyen izé is, egy ilyen kis LED fénysor, ami jelzi, hogy hol válts, meg minden. És azokat sem használom. Csak hogy tudjátok, hogy kivel látok szemben. Plusz jó a PS-hez. Ja, egy konzol van most a házban, az PS, úgyhogy igen.
Hát a Gran Turismo-ról most ilyen óriási ízék vannak botrányok körülött, úgyhogy I'm not quite sure about that. Jó-e a kormány a menüben való navigáláshoz? Nekem jó. Vannak olyan szimulátorok, amiknél abszolút nem. Tehát kb. Minél jobban ilyen komoly indie szimulátor valami, annál használhatatlanabb a kormány a menüben. Az Assetto Corsában nem lehet használni gyakorlatilag. Tehát konkrétan nem csinál semmit. Az egy billentyűre kitalált beviteli eszköz. Az a menü, meg egérre. A Project Cars-ban jó volt, az F1-ben abszolút jó, mert gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint hogyha egy gamepaddal lenni, ugye a fülekkel tudsz váltani a fülek között, és a D-paddal meg a többi helyen. Nincs túl közel a kormány hozzá? Hát majd ilyen hátradőlök, de amúgy igen, tehát ilyen távolságra lesz ez tőlem. Kb. Így fogok versenyezni. Ugye így kéne, de hát kinek van arra helye meg felszereltsége. Hát szándalom, hogy nem gondolnak, de figyelj, ezek ilyen, tehát olyan embereknek készülnek, akik amúgy annyira komoly szinten tudják, hogy leszarják ezt. Tehát egy Assetto Corsa is, akinek készül, az nem fog azzal izélni, hogy ide rakom, akkor az úgy jó, nem jó. Ja, várjátok, át kéne váltani a képernyőt. Szóval aki egy Assetto Corsát, a Corsával játszik, az nem fog azzal izélni, hogy most ott ügyetlenkedjen a kormánya meg gamepaddel. Hát az megcsinálja azt, ahogy kell, az kész. FF menni fog? Ja. Igen, lehet, hogy remegni fog az asztal. Nem tudom, milyenek lesznek a hangok a remegés miatt. Eléggé kattog meg üvölt ez a cucc egyébként használat közben. Na, mindjárt kigördülünk. Vagyis most nem tudok kigördülni, mert time trial-en vagyok. Szóval nem tudok szépen kimenni. Hanem muszáj futni, ami egy fura dolog, de... Na, készen álltok-e? Én ezt igennek veszem. Flying lap! Most csak megyünk egy nagyon, nagyon kis izét. Egy ilyen nagyon szokós kört. Nem is nagyon fogok most itt gyorsan menni. Konkrétan most csak szokjuk, meg ti adtok ilyen visszajelzéseket, hogy hang milyen, túl hangos, túl halk, túl közel van a mikrofon, túl távol, meg hasonló mókákok. Kicsit messze van a chat, amúgy. A másodlagos képernyő. Tudtok, hogy az első képernyőt közelebb húztam magamhoz. Tehát konkrétan picit közelebb van, mint eddig valaha. De amúgy jó. Szia JTV Hun, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Szia Kalapács, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Itt nem tudom, tehát itt van egy personal best időm már, ami kontrollerrel született, szóval ahhoz kell hasonlítani a dolgokat. Na lássuk, akkor meg fogok menni egy gyors kört, de ez még nyilván nem az a gyors kör lesz. Felborult a fényem. Ó, erre nem gondoltam aktuálisan, tudja. Egy baj van, hogy a képernyő viszont nem állítható, vagy a monitor. Ugh.
Szóval ez nem az igaz. És úgy látom, még sincsen egy gyors köröm. Hazudtam. Istenem. Na ilyenből sok lesz, viszont majd zavar, hogy a fény nincs jó helyen. Úgyhogy megcsinálom azt először. Ez a baloldali fény, ez állandóan dűlborul. Ez nem tudok mit kezdeni egyszerűen. Nincs egy erős talapzata ő neki ugyanis. Talán így. Nem 920, amúgy ez 900 összesen. De igen, tehát ezek a kormányok, ezek 900 fokban tudnak fordulni. Ami abszolút sok, mert hogy ugye nem szokta pörgetni a kormányokat a Form 1-es pilóta sem. Hanem kb. Így 180 fokban elfordítja azt se. Úgyhogy ennyire van beállítva ez is. Mind a két irányban 180 fokot. Tehát összesen 360. Hát tud forogni ez a cucc. Próbálom úgy fogni amúgy, ahogy a pilóták fogják így két oldalt. A következő szint lesz, amikor majd veszek olyan izét, tudjátok, ilyen előkét hozzá, hogy mintha Forma 1-es kormány lenne. De most így szimulálom a Forma 1-es mi voltát. Hát ezt megint túllőttem. Ujj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 
Aztán majd meglátjuk. Az a terv, hogy az első órában gyakorlatozok itt, és akkor utána mondjuk mehetnénk egy versenyt. Egy ilyen 50%-os távú versenyt itt a Bahrainben. Ez az első reprezentatív kör egyébként. Tehát ha predelni akartok, akkor azt ez után érdemes kitalálni. Hát igen. Ettől függetlenül ugye nyilván elveszi a kört. De ettől függetlenül ez egy viszonylag releváns kör. Ami... 1.34.0. Megfogtam, jó, elvette. Ettől függetlenül. Ojjaj. Nem ad új helyet, amikor nem valid a kör, tehát amikor csalást észlel ő.
Nem szabályos a kör. Ötven másodperccel jobb. I highly doubt that. Ja, azért, mert még mindig az 1.30 akármennyit néz. Az első kört, ami az utolsó szabályos kört nézi. Oké. Okay. Kicsit kényelmetlen most az így. Eljutok. Így már is jobb. Na, beszéljünk az időmérőről. Ki nézte? És mit gondoltok róla, ha néztitek? Ez meg nincs meg. Na figyeljetek, most jön egy új mért kör. Most fogok ráfordulni. Néztem, ház nagyon meglepett, tetszett, jó volt. Ferrari szurkoló. Ja, azt gondolom. Ferrari ez alapján jónak tűnnek, basszus. Ki gondolta volna? Na jó. Ez egy valid kör volt? Ó, ez egy valid kör volt, basszus. 1.49.80 állok így. Igen, mert annak ellenére, hogy kipörögtem, annak ellenére nem vette el a kört. Jó. De a teoretikus best az 1.34, igaz? Még mindig. Ez egy jó nyugdíjas kör, de annak most jónak tűnik amúgy. És a következő kört is elvette, pedig ez egy jó kör volt, 1.35.5. Oké. Okay. Na várjál, elkövastam a beszélgetéseket. Nem vagyok Mercier Andrew, de azért szurkoltam annak, hogy ne csak szentbegeljenek a szabadítések alatt. Ja. Hát az nem túl releváns, hogy mi volt most a legjobb idő amúgy, mert ez teljesen más autók most már, mint egy. Alapsetupot használok, mert most nem az a lényeg. Hát kicsit lehetne, hogy ez is a lényeg, de...
Nem használok semmi extra setupot. Ah, goddammit. Ami is rossz kör volt már, de azért bosszant, hogy mindig elveszi. Köszönöm, Tuvia, elnézést. Nem csak, tényleg kim voltam. Itt 150-nél kéne fékezni? De az érdekes. Sokkal hamarabb kell fékezni. Jaj, ne vett el, Plash. Jó, nem vett el. Ezt elfogja. Ezt se vette el. Wow. Ja, végre a Form 1-ben is átütötték a valóságban a pály limited strictre. Ezt viszont elveszi. Igen, és az a baj, hogy a következő kört is elveszi ilyenkor. Régen volt az, hogy ezeket a beállításokat, hogy milyen legyen a szimuláció, mennyi legyen megenged a levágásokkal, meg ilyesmi, az csak a évadok elején tudtad beállítani, szóval valószínűleg még egy régebbi buildet tolnak, mert ők is csak az évad elején tudták átállítani strictre a pályalevágást. Kéne egy restartlap gomb, egy dedikált, ami csak azt csinálja. Szerintem igény lenne rá. Majd a versenyre predeltek egyet. Eljöttem. Nagyon későn kanyarodok, pedig kéne időben. Itt ez túlságosan nagy fék volt. Ez egész jó volt, bár a kijövetel lassú. Akár csak itt. Ajajajajaj. Még azért nem érzem azt, hogy hogy kanyarodik ez a járgány ezzel az eszközzel. Ahogy nem akarok goszkárt, nekem nagyon zavar a goszkár. De nyilván betehető, de engem kivesz a játékból. Na végre megfutottam szabályos körülmények között egy
időt. Egy, mennyi volt? Mit mondott? Egy 34-2. Na, ezen kell most már javítani. Szia csatakukac, mi helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Valahogy így, na és ez sokkal jobb volt, mint az előbb, látszik is. Még szerintem ez is az. Jó, jó, és elveszi! Ah, god damn it. Nagyon minimális, de ténylegesen kim voltam. Sajnos. Igen, csak lett egy kormány. Igen. Ja, nem is adunk a Sernai Attila. Szia Attila! Vagyis Sernai, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Bocsánat, csak a csívetűt láttam elsőre. Ja, végül behúztam egy kormányt, mert egyszer élünk. Mire pedig táltok? 20k helyet tudunk javítani 30 percen belül, wow. Jó, ezt újra kell kezdeni. Megy még a pred? És hogyha most futok egy olyan időt, akkor mi van? Jó, ezt megoldottuk. Hát azt jelenti ez, hogy jelenleg vagyunk, nem tudom hol, nem tudom, hanyadikak vagyok, de hogy tényleg valaki lehet, hogy hanyadik voltam. Hogy mi a cél? Legalább a 108. hely a cél. Oha. Nagy elvárások ezek. Our best lap so far is a 1:34.2. Most jó. Ugye karai fék. És kipörgés. Hú. Nyugodtan most lehet sugni Csernai a kormánnyal kapcsolatban. Szívesen veszek mindenfajta segítséget. Állítottam be net alapján az ilyen dolgokat játékon belül. De azon túl, ja. De korai volt az a fékezés. De jól jöttem ki belőle végül is, úgy tűnik. Jó. Ilyen erős körnek érződik. És kim voltam, de tényleg kim voltam sajnos a Balázs jobb elsővel. Vagyis az egész autóval igazából. Pedig meg lenne.
Ez nagyon, nagyon nagy anyás, nagyon más kör most. Kalapács, ez tök jó, hogyha ez tényleg így van, le fogom tesztelni. Ha tényleg így van, akkor ez tök jó lifehack, köszi szépen. Köszi Csernai, kipróbálom. Így. Jó, itt most későn vettem a féktávot, ez tény. Tudod mi a fura, Tuvia? Hogy fordítva vannak a pedálok, mint ahogy én számítottam rá. Jobb oldali a gáz, középső a fék, bal oldali a kuplunk. Nem tudom, ez nem izu, miért így van. De ez tény. Persze át lehet állítani, csak más a minősége a két, fék, a két pedálnak. A féknek és a kuplungnak. Ah, ez nem jó. Ja, igen, igazatok van, ennek így kell lennie. Nekem fura minden esetre. Át is elveszi ilyet, god damn it. Ez bátor kigyorsítás volt. Ez nem volt jó. Pedig ez egy jó kör volt amúgy.
De ezt a kanyát nem tudom megfejteni. Ez nem volt ideális, de meg lett a vége. Na, új idő. Új legjobb idő következik. 108.000 a cél. 124.000. Oké. Okay. Ez a kanyar most tökéletes volt. Végre valami jó. Cserébe ezt meg... Ezt eltoltam. Meg ezt is. Nope. Még 15 perc. Hát... Remélem sok pontot nem raktatok rám. Zavar ez a sötét rész itt, őszintén szóval.
de rossz volt. Vagyis jó volt, csak a kigyorsítás. A kigyorsítás az nekem sokkal nehezebb ebben, mint Ctrl-L volt. A nehézséget úgy fogom meghatározni a versenyre, hogy van egy oldal, ami elvileg kiszámolja neked, hogy mi az ideális nehézség, amennyiben az idő, a legjobb idő alapján. Oda fogjuk befigyelni az itt futott legjobb időt. És azt fogja neki megmondani, hogy milyen nehézségen kell játszani a versenyt majd, ami egy órás lesz, vagy hát értelek féltávos. Itt már most van 2 tized hátrány. Ez egy erős kör lesz. Jó, ez jobb is, hogyha inkább újra kezdem. De megindult ez. De megfogtam. Na, lássuk. Másfél másodperccel jobb. És ez 114 ezer. Ami azt jelenti, hogy nagyon közel kerültünk a célhoz. És vannak benne helyek, ahol lehet javítani egyébként. De Zohánt kell megverni. Nem volt jó. Próbálok jó nekiugraszkodást adni. Szerintem már majd ilyen 5 perces márknál kb. Hogyha már csak 5 perc van hátra a Redből. Ez például nem jó. Az ilyen átlagosnál picit rosszabbnak érződik. Úgyis rossz kör volt. It's fine.
Az invalidok nem kerülnek sehova, bocsi Attila. De az invalidok ugye nem számítódnak be. Tehát ha már van egy helyezettkör, az nem lehet invalid. Nem. Köszönöm. Ja, reggeli! Azt olvastam, hogy reggeli, de szerintem azt is írtad amúgy. Ja, azt írtad, hogy reggeli. Nem én vagyok a buta, megnyugodtam. Ez mi volt? Te jó ég. Hát jó, fél másodperces hátrány van, de attól még megfogtam mindent is. Azt hittem ez jobb lesz, de nem. Pedig ez jó lehetett volna. Köszi Tuvia.
Sokszor elkezdek kanyar közben gyorsítani, amit tökre butaság. Jaj, de jó volt pedig. Jó lett volna ez. Ez gyenge kör. Pedig ez nagyon jó kör volt. 5 perc. Nő a nyomás.
ez jó volt. Legyen úgy, hogyha lejár az idő, akkor van még egy köröm, jó? Tehát szóltak, hogy ding ding ding. Látom a chaton, és akkor megindítok egy új kört. Ez nem volt jó. Pedig majdnem. Egy mért kört. Egy bármilyen kört. Volt. Nem. Ez most jó lesz, most figyeljetek, ez nagyon jó lesz. Ez lesz a legjobb kör valaha. Első 100-ba kerülünk be vele. Majdnem. Három tized az első kanyarban, jó ég. És most jön az utolsó kör, úgy látom. Akkor, ha lejárt. Ding, ding, ding. Utolsó kör. Ezen áll vagy bukik minden.
Há. Legalább megpróbáltuk. Hát akkor nem jött össze. Akkor a legjobb idő az mi volt? Nem egy 31-8, az egy 31-8 volt a legjobb. Hát még mennyi jól fog jönni, hogyha most csinálok bele a 30 kört. Egy 31-8. Jó, akkor megnézem, hogy az minek számít. Milyen nehézséget javasol, ilyen 35 körülit fog javasolni. Tehát 1, 31, 8. Kalkulált difficulty, 64. Egyezünk ki egy 60-ban, jó? Ez nem olyan rossz, mert mostanában ilyen 30-40-eseket futottam eddig. Úgyhogy csak az milyen menő. Na, és most jön igazából a lényeg. Mert most versenyen is megnézzük, mire vagyok képes. 60-es nehézségi szintre fogom állítani ezt a dolgot. Időmérővel? Nyomunk egy 3-as időmérőt. Q1, Q2, Q3. És középmezőnyből fogok versenyezni. Úgyhogy mit szólnátok egy jó kis Aston Martinóhoz. Szavazzuk meg. Egy perces szavazás akkor, hogy Aston Martin vagy Mackie. Jó? Nem, legyen Aston Martin, Mackie, meg Alpine. Vagy ezt a így. Nagyon gyors szavazás. Szerintem is nagyon szép az Aston Martin színe. Vrum vrum. Brum 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 brum. I'm a big racer. Szavazás! Egy percetek van megszavazni, hogy melyik csapattal menjünk. És ugye ne felejtjétek, hogy itt realisztikus a performancia. Tehát a tavalyi év alapján vannak az autójárgányok performálva. A kamionos stream is új kormánnyal lesz? Igen, hogyha lesz kamionos stream, akkor mindenki... lehet, hogy kamionozni kéne jövő héten, hogy megbeszéljük a választást. Lehet, hogy jövő hétre kéne egy American vagy Euro Truck Simulator, és közben meg lehetne veszélni a politikt. Norris performanciája vagy Ricardo performanciája? Hát mit akarsz, Ricardo futamot nyert. Az biztos, ott ki lehet maxolni a 900 fokos forgatást, abszolútli. Alpine nyert, komolyan srácok? Vaj! Hát ez szomorú. Szóval, Stroll vagy... Hogy ezt egyenesen így? Stroll vagy Fettel. És akkor nézzétek meg, asszisztokban minden kikapcsolva, automata váltó, mert arra még nincs szükségem, hogy azzal is foglalkoznom kelljen egyenlőre, de majd idővel át fogok állni. Véletlenül más választottam ki, mint az Alpint? What? Micsoda? Ó, mellékkattintottam, olyan buta vagyok, hát most már ez így alakult. Macigép, nagyon szépen köszönöm, hogy 7. hónapja támogatott feliratkozásod a csatornát. Nagyon király vagy, és nagyon hálás vagyok érte. Mi a helyzet?
Ja, ez a terüléként azzal áll, ez lesz a, ezzel indulok a választásom. Klip lesz összevágva, hogy milyen ügyesen kormányzok a kormányommal. Na, azt mondja, hogy weekend struktúra, az úgy van, hogy practice off, quality full, és session length long, tehát 50%-os futamt fogunk játszani. Sim settings, ugye itt állítom le, legyen 65. Figyelj, legyen 60, Csernai, mert hogyha 65-ön van, akkor túlságosan is pusholni fogom magam. Nem tudom, itt van-e közöttünk Titez, de amennyiben itt van, nagyon szépen köszönöm, hogy Patreonon feliratkozott, és élvezheti a kontentek kontentjét. Nagyon király vagy, neked is ezúton üzenem, és nagyon szépen köszönöm, illetve hát köszönjük. Recording flashbacks, auto reset on track. Wow, ilyenek vannak. Car damage, hagyjál már, simulation. Damage rate simulation, low fuel mode. Hard. Úgyse lesz vele dolog. Restart manual, collision on, tire temperature minden, pitlane tire temperature on. Ok. Valahogy így. Ja, és akkor weather. Dinamikus legyen az időjárás, és egy szaka futunk, igaz? És approximáljon ez a dolog. Mert azt is meg lehetem úgy csinálni, hogy azt mondom, hogy kezdődjön el például a verseny, azt mondjuk kezdődjön el, kezdődjön a sunsetkor, és legyen ilyen ötszörös sebesség, és akkor így be fog sötétedni, vagy négyszeres. Ugyan milyen lesz a dinamikus időjárás Bakrányban? Ok, ez jogos. És a quali meg legyen úgy, hogy az meg... Ez kezdődjön afternoonba, és akkor menjen éjszakába bele. Nem, kezdődjön délben. Ez funnak tűnik nekem. Én imádom, amikor olyan... Tehát amikor annak idején... először volt olyan, hogy Dubajban versenyeztem, és konkrétan egy fél távos futamon lement a nap, az elképesztően menő volt. Ezt nagyon-nagyon élem. Kimegyünk, futunk egy kört, csak hogy érezzük a pályát, meg a törődést. És aztán meglátjuk a többit. Azt írja az időjárásra, hogy... Jaj, ezt nem akartam. 1%, figyelj, van 5% esély az esőre a versenyem. Szerintem ez érdemes számolni. Misclick, hibák lettek elkövetve. Na, futunk egy kört, csak azért, hogy értitek, legyen. Meg hogy legyen mihez viszonyítani. Nem, ez nem a minimum. Nem, ez tényleges esély. Ez már jól indul. Meg azért az autót is kicsit szokni kell, hiszen ez nem a standard, amivel az előbb mentünk. Szóval lehet, hogy a féktávok azok tök máshol vannak. Vagy idegesebb a kocsi, vagy pont nyugodtabb. Bár nyugodtabb nem lesz szerintem, de idegesebb lehet. Hát ez érdekes, hogy ezt megengedte. Jók a beállításaim? Lehet, hogy nem jók a beállítások. Ja, mert a simulation-on nem állítottam semmit. Csak a... Csak egy valamit. A nehézséget. De állítottam.
Akkor nem is kellett volna, hanem... Rules and Flags. Ja, a corner cuttingot strictre kellett volna venni. Na mindegy. Kezdjük újra stricten? Kezdjük újra, mert most formation lap sincsen. Szia Dietrich, mi ez, aki itt vagy? Itt azt hiszem megjegyzi a beállításokat. Strict. On. Nem jegyezte meg a beállításokat. De igen. De a Weekend Structure-nél meg érdekes módon nem. Látjátok, mindenhol máshol meg van jegyezve. Ja, itt sincsen megjegyezve. Hogy is volt? Quali az indul midday-ben és 5-szörös sebesség. A race indul Sunsetben és 5-szörös sebesség, hát legyen 4-szörös sebesség. Ez nem tudom pont mit jelent a 4-szörös sebesség, de jónak tűnik. Jó, és akkor Rules and Flags-nél most már lehet eldönteni a safety-t. Legyen gyakori a safety, formation-ra bekapcsolva. Nem, mert mindent beállítottam. Mert ez például elmentette ezt a beállítást, a másikat meg nem. Arpónak köszönöm a bekövetést. Az egyik 4-szerűen gyorsan megy a valódi időhöz képest, a másik meg 5-ször. Őrület. Őrület, Tuvia. Te honnan vagy ennyire ismert a tudományokban, mondd. Gyors volt. Oké, ez nagyon közel volt, de még érvényes a kör. Most igazából nem is kéne gyorsnak lenni, annyit kell csinálni, végig kell érni egyszer. Majd utána cifrázzuk a későbbiekben. Most az, hogy ezt nem vett el, az mondjuk elég meglepő, mert határozottan kín voltam 4 kerékkel. Milyenkor mennyi az Logitech G29? Leclerc futott egy 1.33.8-at. Nekem is akkor jó lesz az idő. Egy 33, egy. Megyek még egyet. Nem megyek még egyet. Áó.
Na jó. Ezt nem tudom, mire erőltettem. Oké, nézzük, ez mire elég. Oké, eddig jól állunk. Oké, várj, hol vagyok? Hol vagyok? Miért van kijelölve Fettel? Ja, én vagyok Fettel, oké. Nincs csak a pánikra. Picit megijedtem. Nem, most nem lehet állítani, most egy Park Farm-i van. Negyedik hely. Jó, ez nekem elsőre jó lesz. Ugye az a lényeg, hogy egy olyan nehézséget kerestem, amikor meg van engedve, hogy nem autózok mindig tökéleteset magamhoz képest. És ahhoz az nekem jó, hogyha van hiba határ. Ugye most egy kört futok csak, hiszen ezeket a gumikat fogom használni a következő elején. Ja, ez nem volt az igazi. Kicsit elfékeztem itt mindent is, meg kicsit megcsúszott a járgány. De még élek. Miért vagyok én a demokratikus koalíció? Ja, a Drift King? Azt láttátok, hogy Sue benne volt a Drive to Survive-ban? Ugyanúgy elrontottam itt megint, de most talán kicsit jobban meg tudtam fogni. Ja, elfelejtettem, hogy itt van visszatekerés, lol, várjál. akkor van benne, amikor George Russell-rel csinálják az az interjút, és ő meg van hatódva Magyarországon. És akkor pont vele beszélget, ő csinálja vele az interjút.
Szabó Bicók? Hát, lehet. Ha így mondod. Nekem Szujónak tűnt hátulról. Szerintem ez vele fér. Ez nem volt levágás, ő is tudja, én is tudom, mindenki is tudja. Jó, ez viszont már rossz volt, úgyhogy... Borzasztóan elfékeztem a bal elsőt, de meglett ez a kanyar, nagyon szép ívem. Úgyhogy ezek a gumik, ezeket én kicsinálom most. Ezek nem fognak egy kört se kibírni a futamon. Na, lássuk, mire elég. P2. Mindig P2. Lassan lehetne csinálni egy szavazást. Most látjátok, hogy hogy megy. Lehetne, vagy egy predictiont. Lehetne arra prediction, hogy, hogy meg lesz-e a futamgyőzelem. Avagy nem. Nem lesz-e meg a futamgyőzelem-e. Nem szavazás, ez tényleg fölösleges. Prediction. Nem lesz-e meg a futam egy győzeleme? Ja, igen, így. Látjátok már milyen szépen megy lefelé a nap? Kicsit hamar kezdtük az időmérőt ez alapján, de... Ekkor jött rá a sejk, vagy nem tudom. Végtelen visszatekerés? Igen. Végtelen visszatekerés lesz most. A kormány miatt. Szeretném ezt is, ezt is a kormányra kenni. Minden a kormány hibája. Ez most egy elég szolid kör. Nem azt mondom, hogy ilyen világbajnok, de... Szerintem teljesen rendben van egyelőre. Ó, persze. Elveszett tőlem a mindenem. Nem, ez nem volt jó. Ez mi? Ez miért volt? Ez miért vette el, basszus? Ez tisztára benn volt. Hát nézzétek már meg. Figyeljetek. Ez is kell itt így.
Jó, lehet, hogy egy picit kín volt az a kerék is, de amúgy benn volt. Nagyon strict. Oh my god, very strict. So strict. Hát persze, ez is csalás. This lap so far. Well done. Hát azért annyit tudnod kell Árpád, hogy nem fogom abuzálni. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy mondjuk itt jogosan megelőznek, vagy ilyesmi, akkor így elengedem. Vagy hogyha nem fogom, például, hogyha rossz a stratégia, akkor nem fogom direkt addig újrajátszani azt a kanyart, amíg be nem jön. Jaj, ki ne zárjál már, öcsém. Vagyis Árpu. Our best lap so far is a 131.7. Na, megvan a pól. Igen, nagyon érdekel a mikrotranszakció, de inkább mondják, hogy megvan-e a pól. We're all ready for tomorrow's race. Hat tized. Jó, az mondjuk elég jelentős előny. Lehet hallgatnunk el volna az okosabbakra. De mi ott nem csinálunk itt a Bögre csatornán. Mi fejjel megyünk a falnek. Szóval, most akkor elég nagy előnyből nem tudom áthelyíteni még a beállításokat most így izék közben. Felveszem 65-re. How about that? Kiradás kormányhoz azért hozzá kell szokni. Ja, köszi, de ne beszéljük a politikáról. Tudom, ez egy olyan poén, amit nem lehet kiadni. Bocsánat, ezt mindig be kell adni. Igen, tegnap nagyon sokat szoktam vele. De most már úgy érzem, hogy haladok vele. Tehát én azért 10x évig kontrollra játszottam ilyen játékokat. Szóval az a helyzet, hogy fejvettem kicsit a nehézséget 65-ösre, és 29 kör lesz itt. Nem fog esni az eső. Szurpriz. És akkor úgy néz ki jelenleg a strat, hogy kezdünk lágyon, 6 kör után kimegyünk médiumért, és aztán kimegyünk a 17. körbe még egyszer médiumért. Ha nagyon rossz, nagyon kopik, akkor meg lehet velük beszélni, hogy az utolsó stint az legyen egy kemény. Kicsit lejjebb vettem a üzemanyagt. És akkor felvezető körrel kezdünk. Itt hold engine. Tényleg itt tudom használni. Várjatok, srácok! Miért nem várnak meg ilyenkor? Szóval, ezt a ilyenkor megegyezi a beállításaimat, vagy no? Szerintem megegyeztem. Tehát lenyomom ezt. Ezt kellett tennem?
threat of rain for the time being. Conditions looking good. Azt mondja Jeff, hogy nem valószínű, hogy esni fog az eső. Olyan gáz, hogy ilyenkor elvesz az irányítást. Ez annyira basic beach dolog. Huszonkilenckor következik itt Shakirben, és használom a kuplungot. Hú! Biztonságjöveket, stb. Tudjátok a dolgokat. Kicsit beragadtam. Kicsit nagyon beragadtam. Nem itt Bottas. Jó kezdés. I blame Bottas, hogyha valaki kérdezi. Kerekek összeértek, úgyhogy visszatekerés. Gumik elég szarul néznek ki, not gonna lie. Huszonegy százalék a bal első, és ezen kéne vennem még 5 kört. Az egy izgalmas elképzelés. Érzem, hogy nem tapadnak úgy, hogy kéne. Nekem a futamon a Mackie-nek a dísztárcsért tetszett nagyon. Nem dísztárcsa az egyébként? Szerintem az dísztárcsa, a felni az más. Vagy... Ah, no. Na, negyedik helyen autózom, ez totál nem nyerő pozíció még. De majd erős lesz a középső stint. Meg hát, ha leesik az eső, és akkor az... Az mindent megváltoztat majd, ha leesik az eső.
Nem azzal volt a baj, hogy a csetet néztem, azzal volt a baj, hogy túl gyorsan, túl hamar gyorsítottam ki. Nincsenek gumiaim, Bono! Vagy kinek kell ilyenkor szólni? Mindenfelé vagyok a helyen, csak a pályán nincs. Nem. Malária. Oké, akkor malária. Nincsenek gumiaim. My gummies are gone, malária. Elkezdett elcsúszni. A pedálom. Which is strange. Drivers are able to use this system in specific DRS zones as long as the circuit is dry. Oh. Pedig majdnem meg volt, hát ez így nem lesz meg hamar ez a futam. Not gonna lie. Hosszú stream ez, ja. De későn, de fáj. Miért ott kezdtem el fékezni? Azt nem is értem, mi történt. Geri Kekekének köszönöm a bekövetést, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Kicsit kezdek lemaradni az elsőktől, az a gond. Aj, de semmi gumi, semmi tapadás nincs már gyakorlatilag. Mondtam én, hogy nem kellett volna ott megtenni két kört a Q2-ben. Zsapordázoltam az egész futamomat vele. Ezekkel az elfékezésekkel is. Ráadásul ők már nyithatják a hátsó szárnyat. Damn. De egyszerűen nem tudok megmaradni a pályán. Ez a bug még mindig benne van. Elvészem 10... Nincs DRS-em sem. Ja, azt lehet, hogy meg fogom csinálni ezt a új stratégiát. Mondjad, mi az? Az ötödik körben kéne kimenni, de az még mindig nagyon messze van.
Ó, oh, ez vicces túl, ez vicces sztori. Confirm change. Understood, copy that. De... nem tudok kijönni. Kb. Most kikéne jöjjek. Ennek a körnek a végén. Confirm change. Okay, copy that. Szóval kb. 2014-ről emlékszem még arra a bugra, hogyha visszatekerted az időt, akkor az AI mindig valamit karambolozott. Mert valamiért nem tudott azzal megküzdeni, hogy te most visszatekerted az időt. És neki mentek egymásnak, meg minden. És most két visszatekerésnél is kimondta azt, hogy jaj, hát van valami loose debris, mert volt egy kis baleset, de amúgy minden cool. Szóval felteszem, még ez mindig benne van. Ez a bug. Megpróbáltam megmenteni. Szavatok sem lehet. Ne, jó, hogy csúnya volt, ez tény, hogy csúnya volt. De tudja, csatlakozott kell a kormánygenghez. És miért nem nyithatom vajon a hátsó szárnyat? Azt hittem, hogy belül voltam, pedig az érzékelési ponton az egy másodpercben. De apparánsan nem. Na jó. Nem mondod. Nagyon sok gripet elvesztek. 57%-a van a bal első. Normális vagy, Jeff? Oh, nem sikerült belassítani eléggé. Ez tök jó, 70-ért egy 8 hónapos kormány. Én tuti lemennék érte Kisvárdába. Különben is Kisvárdában volt egy bolt, abban mindenféle volt. Tinta, penna, papíros, te vagy ez a kis piros. Hogy is kell megnyomom ezt. Jó.
Mi is a... Azt hiszem ez? Ez. Ja, ne is mondj, Jeff. Na, ez már inkább, ezt már érzem. Mondjuk ezzel meg más gondok vannak, de megoldjuk. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Kicsit ilyen offroadban tolom most. Ja, nem is értékeli túlságosan. Mazepin van előttem. Ó, hát drága Mazepin. Ő se lett szimpatikusabb a Drive to Survive után. Na végre ezzel ott tudom venni a féktávot, ahol én elképzeltem. Mazepin barátom, én úgy szeretlek téged, hogy el se tudom mondani. Arra szavak szó szerint nincsenek. Na most kigyorsítanak. Jó. Bye! Oh, motherfucker. Nézzenek, milyen szépen sötétedik közben. És csak engem nyűgöz le? Monakóban kéne csinálni egy ilyen alkony futamot egyszer. Monakóban lehet megcsinálni, Szingapurban meg Bahrainben. Miért nem nyithatom? Mi a vihar? Nem működik? Vagy mi? Ó, oh, nem működik még mindig. Hát ez remek. Múltkor is tönkre ment, érdekes. Érdekes egybeesés, és mi különös is egyben. Pedig ez jó volt, csak elsiettem. Monokozok a szakadó esőben. Szerintem még nem voltál itt, amikor mondtam, hogy kormánya már közel sem olyan használhatatlan, vagy olyan idegesítően nehéz Monaco, mint gamepaddel volt. Jó, kimegyünk védekezni.
Az ebben ezeket a gumikat is szíjjel csinálom. Mikor kell megint kimenni? Tizenhetedik kör. Jó. Meglátjuk. Most vagyok a nyolcadikban. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out, we can work on a fix remotely. Hát én nagyon örülnék, hogyha megcsinálnátok. Gap to teammate ahead is 6.8 seconds. Próbáltam egy kis előnyt szerezni. Egy jó kis kigyorsításra nem sikerült. Ó, működik a... Te hogy nem szólnál, te rohadás. Látjátok, megint mondja a loose debris-t. De hogy amúgy állítólag, vagyis hát úgy tűnik, hogy megjavult a hátsó szárny, de nem szólna róla. Általában ezt akkor mondja, amikor valami megsérül, de most abszolút nem sérült meg semmi. Abszolút semmi nem történt. Hát azt én értem, hogy csipog, de én szeretnék rákészülni, hogy lehet majd használni. Mi sérült? A jobb elsőd, amikor koppant a hátsó keréken. Akkor az bal első lesz, nem? De nem volt defekt. Jó. Ez most jó lesz. Is 5.6 seconds. Várj, ha a szárny sérült, akkor... De ez az, hogy a szárny sérült, miközben nem jelezte az MFD, hogy a szárny sérült volna. Direkt figyeltem az MFD... Tudom, hogy nehezen látható az MFD-n, hogyha sérül, mert szar. De nem jelezte ez. Biztos vagyok benne, hogy nem volt ott semmifajta elszíneződés. Sose fog végre érni ennek a versenynek. Meglepődtem, hogy hamarabb kell itt fékezni, és nem értettem hirtelen, hogy miért.
Hát most már emlékszem, azért mert általában nem DRS, de amúgy általában DRS-szel érünk ide, akkor nem tudom miért kellett most ott hamarabb fékezni. Talán a sárga gumik miatt. Ott van előttem egy újabb vonat. Mi történt Latifivel? Megtalált a góllövő cipőjét. All over the place vagyok egyszerűen most. Nem rossz. Most rendesen ilyen volt a féktáv megint. Akkor nem tudom az előbb mit történhetett. Szia Kalmika, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Semmi baj, Kalmik, az lényeg, hogy most itt vagy. Hú. Majdnem elindult. Ez meg majdnem nem indult el, de ez meg elindult. Látjátok, megint incident.
Ez hihetetlen, hogy benne van még mindig a szobák. Literálisan hihetetlen. Patriknak köszönöm szépen a bekövetést. Milyen helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Jó, tudom, tudom. Jogos. Jó. Ez jó előzés volt. Izomból. Hát, én nekem annyira nem minden jó, kicsit beteg vagyok, de köszi szépen a kérdést. Lesz jobb is, gondolom. Meg tudtam volna fogni. De az, amikor elmegy mellettem, úgyhogy nem engedhettem meg. Ja, ki lehet ízedni, az biztos F1-gyel. Ó, ide kell visszajönnöm? Árjú, aktuálisan kidingelsz engemt. Várjál, hol... Itt még megvolt, igaz? Itt még jó volt. Ja. Többé-kevésbé. Kimegyünk védekezni, vagy be. Uff, de rossz volt. Hát te mit okon? Menj ki. Úgy jó lesz. Mindkettőn a belsőben akartunk menni. Ott meg nincs elég hely. Az a sáv túl kicsi kettőnknek. Megegeztem Stroll-ra. Hát ez nem igaz. Nem viszont, hogy náta egyébként, de mármint valami torokfáj egyszerűség. De igen, ez a terv. Valóban ez a terv. Túl gyorsan akarok kimenni a kanyarból. Oké, ez kicsit rossz helyen jöttem vissza a versenybe, de megvan. Stroll kimegy, adott nekünk ingyen DRS-t. 13. kör. Ja, biztos lágyom volt. Azt elrontottam. Hát, túlja. Ma tüzem vagy. Ó, persze, büntetés. Azzal van, jó hamar elkezdte szórni a büntetéseket. Most vagyok fél távnál. És már most elkezd büntetni, hogyha még egy levágást csinálok.
ez hihetetlen. Ezek a kanyarok. Ezeken kész vagyok. Ezek a rövid derékszögnél élesebb kanyarokkal. Ezek egyszerűen nem vagyok kigyorsítás belőlük. Mondjuk a gyors tempós kanyarok sem a kedvencém, mint látjátok, szóval nehéz a kedvemre tenni. Az az álmom, hogy megcsinálják egy kört, anélkül, hogy vissza kéne tekerni az időt. Még két kör. 40 felé közelednek az első gumik. Hát amúgy tényleg nem olyan vészes, mint volt a lágyon. Ebben a kanyarban érzem, hogy kopik a gumi. Mert ezt, hogyha még friss a gumi, akkor be tudom venni izével, padlógázzal. Itt viszont el kell már engedni ezen a ponton. A hátsó szárny meg van javítva idézőjelben, mert csak szoftveres volt a hiba. Nem, mert ha megnézed az első, amikor friss a gumi, akkor be tudom venni azt a kanyart. Mennyire van meg az újdonság érzés, így mindent újra kell tanulni? Hát nem igazán. A frusztrációja megvan. Az maximálisan, tehát az mindenképpen érzem. De tény, hogy szívesen ülök le elé játszani, ami már mostanában nem volt annyira meg. Ha csak az nem, az újdonság varázsa. Pedig ez jó volt amúgy, bunkókám.
bele kellett rondítanod. Uff. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Úgy néz ki, hogy simán dolgozunk 3 másodpercen, tehát még az élen se vagyok. Szóval, aligha. Na ez persze, ezek semmi problémája nem volt. Of course there's been. Holnap hánykor lesz a rajt? Mit eszembe? Hát végül is be tudom venni, hogyha jó ívet kapok el. Most nézem, 16:00. Most már megcsinálják ezt, hogy mindig ugyanakkor lesz a rajt és a... az időmérő? Mert azt én nagyon adnám, mert rohadt zavaró, hogy két külön időpontot kell megegyezni egy ilyen öreg embernek, ez már nem megy egyszerűen. Is 3.9 seconds. Ennek a körnek a végén jöhetek ki végre a boxba. Csak el kéne oda érni egyben. Ott a jövég. Én csak szeretnék végére érni ennek a körnek. Erre a benzin dologról mindig ami eszembe jut, az az It's Always Sunny in Philadelphia vonatkozó része. Amiről azt kell tudni, hogy a legbutább, sötétebb, gonoszabb emberek a létezésben a főszereplői, és kb. Ők azok, akik olyan megoldásokat próbálnak, vagy az egyik részben olyan megoldásokat próbáltak hozni a benzin válságra, az üzemanyag válságra, mint amit az átlagos magyar TM. Na, utolsó gumi.
Jó, de hát az érted, az Hollandia. Azt kérdezték itt, és nyugodtan beleférhet egy kis reklám, mert szerintem érdekelheti az embereket, hogy hol van ez a hely, ahol te szoktál közvetíteni, Fábi, kommentálni. Ups! Szóval nyugodtan berakhatsz linket, ha úgy érzed, hogy ezzel segítenéd a nézőket, hogy megtalálják a nekik releváns content. Ó, de hidegek ezek a gumik még. Nagyon hidegek a gumik! Ön gumi, nagyon hideg. Szoktam játszani nézőkkel. Nem. Nem, bocsánat. Ez, nekem ez is elég küzdelem. Ja, ez amúgy YouTube-on megy? Én azt hittem Twitch-en is. Vagy lesz Twitch link is? Csak türelmetlen vagyok. Rögtön jöttem egy lila szektort, nem azért. Az biztos, hogy baromi jó érzés, mikor megfogod a kocsit, mint ahogy most. De rossz az ív is.
slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. George Russell kiesett. És safety car. Hát még szokni kell, de amúgy majd eljöhetsz megnézni. Azon gondolkozom, hogy kiálljak-e, de nem nagyon érdemes. Mármint 6 kört bírnak a lágyak, és még 90 hátra. Már nincs tervezve. Vannak már ezek az anyaszomorítók, basszus. Ebben a játékban már nem lehet állítani az üzemanyagot, úgy mint az előzőben. Kivéve, amikor kim van a safety car, és akkor vissza tudod rakni lean-be. Gyakorlatilag spórolsz egy kis üzemanyagot. Mindig nem értem utol őket. Hova száguldanak ezek? Komolyan már. A touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead.
Még nem jön be a safety. Még egy kör mögötte. Ja, de mégis. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Csokolom, Ricardo, mi történik? Megpróbáltam. I went for it. Okay, clear. Na most jobban elkaptam. Itt leszünk egy darabig. Majd azt hittétek, nem. Az a fura, hogy Bottas mindenképpen be akar menni oda. Én meg nagyon nem szeretném. De ez így még jó is lehet. Hát mintha összeértek volna. Úristen, mi volt ez? Láttátok ezt? Várjatok. Te jó ég. WTF. Szabályos volt. Belém jött. Aj, ez a szituációt ismerő éjjel, ez annyira jó. Oh, god damn it! Gyűlöllek. Gyűlöllek strikt emberke ott a fent a toronyben. Ja, ez van, hogyha kigyorsítasz a rázolkövöm. Ez nem a strict emberek hibája volt.
Ez a strict ember hibája volt. A Bottas nagyon rajtam van. Job. That was the fastest lap of the race so far. Ne menj ki! Ez a két kanyarul meg, az első, meg ez. Ezek borzasztóak. Köszi szépen Töraton, hát én nem érzem feltétlenül fejlődést például ezek alapján, de ha ti látjátok, az nem fél siker. Négy kör van hátra. Leclerc kiesett, de nem jön safety car. Most talán nem is baj. Ne vedd el, könyörgöm. Ezek semmi probléma nem volt.
5 laps of fuel remaining. Gap to the car ahead is 1.7 seconds. Jogos. 37. Jó, még nem érzem egyenlőre, hogy nagyon kopnának a gumik. Szokásos jobban legalábbis. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Hát amúgy, ha tehetném, akkor ilyen 100%-os versenyeket csinálnék, csak kinek van arra ideje, érted? Annak idén az F1 12-t, mikor a legtöbb időm volt a világon, azt én úgy toltam, hogy 50%-os versenyekkel. Az a lázó közöm, a barátom. Na ezt a kanyart valahogy így kéne bevenni mindig, mint ahogy most. Jó, ezt most nem veszi el. Kedves tőle. Ez viszont igen. Ezt én vettem el. Ja, azért mégiscsak érezni valamennyire, hogy kopnak azok a gumik. Igen, itt nagyon érezni, ebben a kigyorsításban. Hát én ezt elengedem, nem tudom utad érni őket. Egy kör van hátra. A gumik szépen elkoptak, úgyhogy... azért úgy látszik jól megint, aki nem bízott bennem. Sose bízottok bennem, ez a mai színvevő bizonyosodott. Két
Két prediction-t is az nyert, aki nem bízott bennem. És jól számolom, az utolsó körben nem kellett visszatekerni egyszer sem. Okay, pick up rubber and bring it home. Miért mondják ilyenkor, hogy vegyek kondomot? Miért? Miért kell neki gumi? That's it for another spectacular Grand Prix here in Bahrain and a real champion's drive to take the win. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? It was a question of right place, right time today. We were looking at an entirely different race before the safety car came out, but they were able to take full advantage after the field had been bunched up. Tudj, nagyon szépen köszönöm, hogy a szép felkutás Mokonának. Nagyon-nagyon király vagy, nagyon helyes vagyok érte. Ez erre a harmadik helyért. Köszi szépen. Ha? Vicces vagy, Fábi. Azért, hogy meglegyen a súly az autónak a mérlegelésnél. Ó, de hát ez csalás, nem? Jó, tudom, hogy azt mondják, hogy hát, nincs mit tenni, nem tudtuk kikerülni, de érted? De amúgy tök jó. Nem volt tekerés a végén, achievement acquired. Yes. Ó, would you look at that lot of pontok? Úristen, megkapom a... Mit fogok volna kioldani ezúttal? A nagy büdös semmit, my favorite! 1.34.4 volt a legjobb időm. És ez volt a legjobb idő az egész pályán. 1.34.6 volt még Hamiltonnak és Verstappennek. Csak összehasonlításképpen ugye a időmérőn az izé autóval, a stock autóval 1.31.6-ot mentem. Még egy verseny? Ja, sure. Lehet még kicsit amúgy itt autókázom. Mondjuk Imolában egyet. Nézzük meg a highlightokat. Szóval lehet még pár kört meg kéne tenni Imolában. Tökre szeretem továbbra is azt, hogy nappal rajtoltunk el, és közben beestel lett. Nekem tök sok benzinem maradt a végére, szóval nem gond. Hol jövök? Ja, ott vagyok, kognizantus kocsi. Már a Bögre Racing Team-et kerestem pedig. Ó, tök jó, még le van animálva, hogy Bottas nézte a tükrét, hogy... Vagy igen, nézte, így folytotta a fejét oldalra. Na, hogy volt az Alpine kocsi? Hát, na, félre kattintottam, milyen fordul. De milyen szép lett. Azt mondja a Fábia Lindberakás alatt, hogy a legalsó benzinégetési fokozatban.
vagy benzin keverési, nem égetési, mert a keverés, keverékek változnak az arányok, azt hiszem. Eddig egy darab manővert nem láttam, ami ebben a highlightban, ami így, na ez biztos szép, csak nem ebből a nézetből. Meg ez is nagyon szép, ez a beállás. Ja, nem látunk szépeket. Miért a Williams-et mut... Ja, wow. Ez nem tudom, mi a tökön volt, de tök jó volt. Az algoritmus most nem teljesít erején felül, és már újra kezdődött? Ezt láttam egyszer. Jó, ez király volt. Király volt ez. Na, megyek még pár kört imorán, aztán befejezzük már a jó srácok. Timetriál. Esőbe menjünk? Hát mehetünk végül is. És akkor most meg igazából mindegy, mert csak a festés változik, úgyhogy Williams-sal megyek. Imola... Ó, nem állítottam át esőre. Nem baj, ha betölt utána is át tudom. Itt is lesz Predi? Hát nem tudom, mire lehetne. Szerintem nem. Csak élvezzétek, nem kell mindig a szerencsejáték. Na. Nem akarsz? Jó. Current selection, és akkor... Wet! De találja meg ott a padás, god damn it! Olyan nehezen találja meg ilyenkor a tapadást, miután egyszer kisodródok. Nagy ötlet volt az esőben menni is, te, GK. Értékelem. Nem. Ezt még egyszer csak ezúttal érzéssel. Nem vetelünk itt. Ja, ne realisztikus legyen, nem equal. Lehet, hogy nem is equal, mentem eddig. Lehet, hogy az előző időmérőt nem equal-et csináltam.
That's a problem. Azzal mentem? Akkor jó. Nem tudom most miért nem az volt beállítva by default. Bruchbricht kell megelőznöm. Ősi riválisom. Bruchbricht. Az a trükk, hogy ez az első kanyar, ez nem probléma itt a második sikámban, de a második az igencsak az. Na hát ez ilyen 4,5 másodperc a gyengébb így, mint a gamepaddal. Na ez már is mennyivel jobban megy, mint azok a istenverte négyszöges kanyarok meg mindenek. Ezen tudok versenyezni, basszus. Már ha odafigyelek. Visszatekerést nem csináltam meg, nem volt az, hogy elvette volna. Jó, egy picit igen, de nem nagyon. Hogy minden évben kicsit elront valamit a Codemasters, nem? Meglepő módon. Szolinesnek köszönöm a követést. Emlékszem, hogy korábban volt olyan, hogy fél évig nem működött rendesen a gumikopás, vagy valami ilyesmi. Vagy túl működött? Valami hasonló volt. Mindig van valami. Aj, de jó ezeken végigmenni ezeken a kanyarokon. Azután a Bahreini azután. Ezen lehet versenyezni, basszus. Mondja Balázs a falból kihátrálva.
annyira hihetetlen jó ritmus van ennek a pályának. Ez a siken kicsit megtöri ezt a ritmust, not gonna lie. Ez nem a kedvencem benne, de a többi... bravo, bravissimo. Egyszerűen örömautózás zajlik itt. Az más kérdés, hogy mindig elveszi utolsó kanyarban a kör, de hát Istenem. Te bétázt? Hogy érted azt, hogy ígéretes volt a bétában? Te bétáztad a 21-et? Hogy? Milyen béta? Ilyen van. Hát erről nem tudtam. Nekem megvan az összes... Ó, nem akartam visszatekerni. Ja, újra kezdem a kört? Oké, igazából mindegy, ugyanott jártam. Én nem is tudtam, hogy ilyen van benne. Wow, hogy lehetett bétázni. Hát akkor igazából még jobb is, hogy én nem játszottam a bétával, mert engem nagyon elkeserített volna, hogy elrontják, és megint töröltöttem a körömet. Vagy invalidáltattam a körömet. Emlékszem valami ilyesmire, hogy... hogy akkor még a törés is más volt talán. Szép estét, Patrik!
Jó, ez van, a túl bátor voltam, ez tény. Voltak valamilyen összehasonlító videók, nem? Hogy nézett ki a damage a bétában, meg az influencereknek kiküldött verziókban, meg a végső verzióban. Mintha valami ilyesmit láttam volna. I'm on fire, yo. Például az első szektorban csak egy tizeddel vagyok lemaradva a legjobb időtől. Sőt, ott talán még valamennyire vezettem is, és ez egy gamepad-es idő, szóval not bad. Nagyon sokan panaszkodtak, hogy mindig megy a stream, hogy mindjárt elövöm az egészet, azt lehet nézni a Amurantot, vagy nem tudom. Ezt átküldtem rajta, de meg is van az előny a gamepadhez képest. 0.36. És még itt is mínusz 0.3, szóval... Most ez is egész jól sikerült. Plusz 2.6. Szerintem nem is lehet raidelni amúgy ezeket. Az ilyeneket. Biztos ebben, hogy nem lehet raidelni. Boldog-boldogtalan csinálna ilyet benne, hogy mainből raideli be azt annyi. Vagy csak nem jelzi ki akkor. De hogy veszed el? Jó volt az. Én meg voltam elegedve. De jó, hogy ezt nem vette el, pedig megijedtem.
Na, megyek még egy vagy két kört, aztán megyünk aludni. Na, nézd meg. Islay Rexnek az azért próbál követést, mi a helyzet? Szép estét, Fábi, szia! Na, futok még egy darab valid kört, és akkor... annyi lesz mára. Lehet ezen a pályán kéne versenyezni egyet legközelebb, vagyis... hát nem tudom. Meg aztán folytatni kéne a bajnokságot is, csak először rá kéne érezni a kormányra rendesen. Lehet a következő stream az még egy... az még egy ilyen szokós lesz. És mondjuk csinálnánk egy versenyt itt Imolában. Á, de így nem fog menni. És utána folytatni, de akkor is nyilván leveszem majd a nehézségét. Bajnokságnak. Mert azt hiszem, hogy konkrétan nem nyertem bajnokságot ebben a játékban. Most egyébként így, hogy a kormány megvan, az a terv, hogy rendszeresen lesznek streamek, vissza kell hozni a pénzt. Nézzétek, ez 90.000 forint volt az a kormány, ma Tuvi ajándékozott egy feliratkozást, meg még valaki talán feliratkozott, szóval abban már bejött 5 dollár, ami... nem tudom, 2000 forint? Szóval, igen, még nem vagyunk egészen ott, de alakul. Szép estét, Teratlom! Vagyis jó munkát akkor. De valószínűleg az lesz, hogy visszafogunk mindig... de az égért nem tudok elkezdeni egyet. Dart mondja, köszönöm szépen a csírt, nagyon király vagy. Na, látjátok, alakul ez. Köszi szépen. Nem tudom elkezdeni ezt a kört már, túl fáradt vagyok. Pedig ma nagyon sokat aludtam, na mindegy. Az a terv egyébként, hogy így azok körül, azokon a heteken lesz F1 stream, amikor verseny is van, vagy előtte, vagy utána, inkább egyébként... oh, az istenit. Inkább egyébként előtte, lehetőség szerint. Az ilyen csütörtöki sávban mondjuk lehetne egy jó kis rákészülés. Még olyat is lehetne, hogy azokon a pályákon versenyezni, ahol majd rendezik az adott hétvégén a futamt. Ami nem is tudom, Bahrain után... de nem, egyszer nem tudom elkezdeni a kört. Nem tudom elkezdeni a kört. Nem tudom, hogy alakul most a dolog. A versenynaptár. Na, nem tudom elkezdeni a kört. Kész. Kész. Fölösleges próbálkozni. Jedda jön a jövő héten? Oh no, not Jedda. Jó, azt úgyis, az úgyis kiadjuk, mert az más lesz az a jövő hét időtöki stream. Itt meg a következőnek Imola lesz. Jó, Jeddát úgyse akartam. Utána Melbourne, na az már végre egy jó pálya. Most az a Jedda az egy rémálom konkrétan. Másfél másodperc előny? De jó ég. What the hell happened here? Jó, nyilván. És ez mind 3 héten belül van? Tehát minden héten lesz most verseny? Jó lett a Jedi pálya? Hát én elszédülök, amikor versenyzek rajta. Nagyon nem szeretem.
Oké, próbáljunk meg csak elindulni. Hát ez nem lesz egy világbajnok kezdés. De nem is olyan rossz. Pedig, ó, de szép volt. Ha nem dobom el, de jó lett volna. Nézd meg kormányon, ha ott nem tudod meg, akkor kb. Sehol. Jó. Majd ránézek, offline. Ez viszont most rossz lesz. Nem olyan rossz. Hát ez viszont most nem volt köszönő viszonyban se az eddigiekkel. Na jó, én ezt azt mondom, hogy ez ennyi, ebben ennyi volt. Köszönöm szépen a streamet, vagyis nem, azt majd ti köszönöm, hogy nektek tetszett. Nektek köszönöm szépen a részvételt a mai streamre, vagy streamen, vagy mi. Ez egy ilyen nagyon-nagyon low-key stream volt, látjátok, hogy nem vagyok még teljesen egészséges. Ákos szik válaszolni, úgyhogy, ja nem válaszolt, bocsánat. Elden Ring lesz itt. Úgyhogy hát nézzétek, megpróbáltuk mindenképp. Nem lehet azt állítani, hogy nem próbáltuk meg. Még nem eljöttek sehová, meg akarom mutatni, hogy mi lesz a jövő héten. Várjátok ki a végét, nem most olyan lényeg. Csak legalább minimálisan szépen akarom prezentálni a dolgokat. Mert hogyha meggyógyulok, akkor lesz még M-stream. Ha nem, akkor nyilvánvalóan akkor lesz, hogy Ákos tart. Emlékszream, vagy valami ilyesmi. Mindenképpen egy emlékszream, hogyha ilyen történne. És együtt beszéltem, hogy milyen nagyszerű ember voltam, és mindenki imádott. Ez az egyik. Ez meg a másik. Most készítem nektek, tudom, hogy nem látjátok direkt, de készítem elő nektek a beosztást, a jövő heti content. És akkor meg is mutatom. Ez most ilyen nagyon... Nagyon profitlanul, de ez lesz itt, képzeljétek el a jövő héten. Szóval, ha minden jól megy, akkor hétfőn jövök meg ide fedjel. Folytatjuk a kormányon való ismerkedést. Szerintem akkor csinálunk egy ilyen imolás dolgot. Emléked örökké Viktor Trótner, mivel élne? Ez tök jó. Kedden Viktorral, ez még amúgy nincsen lebeszélve vele, de feltételezem, majd nyilván előtte. Nem látszik a kép negyede. Ja? Ó, tényleg. Így. Szóval Viktorral még nincsen lebeszélve, de szerintem rendben lesz, hogy itt kedden 6-tól szokásos időben Crusader Kings-ezünk.
Aztán szerdán Ákos fogja csapatni az Elden Ringet. Folytatja a kalandokat, amit a múltkor elkezdhetek, csak aztán a Hunt-Shadow miatt kicsit tartalékra kellett rakni. És csütörtökön egy nagyon izgalmas stream lesz, legalábbis szerintem, mert ez lesz a dedikált politikai kibeszélő stream. Erről már korábban beszéltem, hogy szeretnék olyan streamet most, ami, ahová tudjuk idézőben száműzni a politikai beszélgetéseket, száműzni, viszont dedikáltan arról szól. Tehát, hogy máshol nem nagyon beszélünk erről, de hogy közeledik a választás, és vannak kitárgyalandó dolgok, és ezért úgy gondoltam, hogy ezt összeköthetjük azzal, hogy, hogy kipróbáljuk a kormányt az American Truck Simulatorban, meg az Euro Truck Simulatorban. Nem tudom, melyik lesz még. Szerintem azt fogjuk csinálni, hogy ti megszavazzátok, és ignorálom. Nem. Ti megszavazzátok majd a stream kezdetén, hogy euró legyen, vagy amerikán, mert mind a kettőnek vannak előnyei, meg hátrányai. És mind a kettő fel van telepítve. Én az euróra szavazok picit, mert az oda, ugye Gyurcitól megkaptuk a kiegészítőt, szóval azt érdemes lenne kiaknázni, mint egy. Végül pedig szombaton Crusader Kings 3, elkezdünk egy új ránt, és ja, melyikhez van több DLC? Szerintem az euróhoz több van meg. Az Amerikánhez az utolsó kettő nincs meg. De lehet, hogy az euróhoz sincs meg az utolsó kettő. Tehát nagyjából ugyanannyi amúgy arányaiban. Szóval elkezdünk egy új ránt. Na most azt tudnotok kell még, hogyha valamilyen csoda folytán én holnapra teljesen meggyógyulnék, az ATS sokkal menőbb, de az ATS az meg amerikai. Itt Európában meg otthon vagyunk, vagy nem tudom. Szóval majd szavaztok. Szóval, hogyha valamilyen csoda folytán meggyógyulnék holnapra, akkor fogok tartani egy extra streamet holnap este, ilyen 7 magasságában, ahol elkezdünk egy új Seeker Runt. Pótoljuk a mait, gyakorlatilag. Úgyhogy... úgyhogy, ja, remélem, hogy ott... remélem, hogy akkor holnap is találkozhatunk. Nyilvánvalóan ez majd csak akkor fog kiderülni. Szóval este 7-kor derül ki. Meglátjuk, hogy érzem magam. Az az egyébként, hogy sokat kéne vennem is, de azt mindenképpen muszáj lesz holnap venni. Patreont venni kell holnap. Egy-kettő jövő heti CK-t már fel kell venni. Azok, amik a hét elején mennek ki, azokkal nem lehet várni. Na, ez volt a mai stream, ez egy ilyen nagyon low-key stream volt, de remélem, hogy tetszett, jól érzitek magatokat. Ez a kormány, és mindenkinek ajánlom, hogy dolgozzon egy új kormányért, mert nagyon megéri. Köszi a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!